Vásáros Naményban is igyekeztek a lehető legjobban alkalmazkodni a koronavírus járvány miatt megváltozott körülményekhez. A pandémia nem akasztotta meg a város fejlődését, mint a település polgármestere fogalmazott, sínen vannak az elkezdett beruházások. 2020 legnagyobb eredményei között említette az iparterület fejlesztését, melynek keretében megépült egy több mint 7 kilométeres út közvilágítási hálózattal, valamint egy 600 négyzetméteres ipari csarnok. A helyi foglalkoztatási paktum projekt is jó ütemben haladt. Mintegy 240 millió fontos nagyságrendben tudtunk pályázni ezen foglalkoztatási paktumra, és ebből ilyen 180-190 millió forint volt az, amelyet bér és járulék támogatásra tudtak lehívni és támogatásként felhasználni a vállalkozók. Újabb munkahelyeket támogattunk a térségben, ezáltal a vállalkozóink pedig örömmel vették ezt a lehetőséget, és nagy lelkesedéssel vettek részt a fórumainkon is. Ebben az évben a legnagyobb projektünk a Vásáros Nemény 5-ös gúria és környezetének rekonstrukciója, ahol civil szervezetnek és gazdasági társaságoknak adunk majd helyet, és egy új park is kialakul zöld fölött növeléssel, rendezvények helyszínéül szolgálva. A Zöld Város felhívás keretében elnyert projektünkben környezetvédelmi programokat is szervezünk majd, és marketing eszközökkel felhívjuk a figyelmet az újrahasznosításra is, valamint az 5-ös utcát teljesen felújítottuk aszfaltozással. Az energetikai projektek is fontosak a város számára. Az elmúlt időszakban a II. Rákóczi Ferenc gimnáziumot és az 5-ös József általános iskolát újították fel, jövőre pedig utóbbi Vitkai tagintézményének rekonstrukciójára is sort kerítenének EU-s forrásból. Ha pedig már 2021-es tervek, a magyar közúttal együttműködve elrajtol egy közlekedésfejlesztési projekt. Március környékén indulhat a munka, melynek eredményeként a város legjelentősebb belterületi útjai kapnak új aszfalt réteget. Három tiszaparti fejlesztés is megvalósulhat, összesen 262 millió forint értékben, emellett a célok között szerepel a Tomcsányi kastély bővítése is egy látványraktárral, valamint az épület kertjének az átalakítása. Nagyon szeretnénk egy modern, aktív szabadidő komplexum kialakítását megvalósítani a Krasznasétányon. Az iparterületünket tovább kell fejleszteni, épp ezért újabb gazdasági övezetek kijelölése és közményesítése nagyon fontos számunkra. Ugyanakkor óriási igény van a városi piacon korszerűsítésére is, ebben is megtettük a megfelelő lépéseket. A középületeink energetikai fejlesztése kiemelt továbbra is, a sportcsarnok, a Lónyai szakgimnáziumnak a fejlesztése számunkra kiemelt. Nagyon fontos, hogy nem vagyunk fenntartói több iskolánknak, középiskolánknak, gimnáziumunknak, de feltartói sem vagyunk, épp ezért mi támogatjuk úgy a tankerülettel, mint az egyéb egyházi fenntartóval is a közös elképzeléseinket, és odafigyelünk egymásra, hiszen a gyermekeim közösek, a gyermek a jövőnk záloga, épp ezért nagyon fontos számunkra, hogy a gyermekek bölcsődétől óvodán, általános iskolán és középiskolán keresztül megtalálják számításaikat itt Vásárosnaményban, a Bereg szívében. Zoárnapi sokadalom, beregi ünnepi hét, tavaszi zsongás, csak három azon vásárosnaményi rendezvények sorából, amelyekre idén a járványhelyzet miatt nem kerülhetett sor. Az ezekre elkülönített forrásokat a védekezés költségeire csoportosította át a város vezetése, ezek az intézkedések összesen több mint 14 millió forintba kerültek. A polgármester elmondta, 2021-nek takarékos és átgondolt büdzsével vágnak neki, már a gépjármű adó elvonásával is számolva, és bíznak benne, hogy az eltervezett beruházásokat jövőre is meg tudják valósítani.